Most köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Most a Golf dupla vezérmű tengelyel fogunk megismerkedni, helyesebben az L-vel. Ugye itt már látszik, hogy én lecseréltem a kis vezérmű szíjat. Itt van a nagy, vagy ez a régi. Na most a működési elv borzasztóan egyszerű. Ugye? Mindenki számára ismerős lehet az a mondás, hogy szelepváltás. Hogyha az egyik szélső hengeren szelepváltás van, a másik szélső hengeren van a robbantás. A szelepváltást ugye a bütykök állásából lehet megállapítani. Na most, hogyha mind a két bütyök oldalra egymásra néz, dupla vezérműtengelynél, akkor beszélünk mérlegállásról, szelepváltásról, kinek hogy tetszik. Mert ugye, amíg a baloldali kerék balra fordul, addig értelemszerűen így fordul a másik kerék. Tehát ugye, általában az egyik szokott a kibufogó sor lenni, a második szokott a szívó, vagy fordít, vagy attól függ, hogy a motor melyik oldalán van a kipufogó csonk. Általában, ha az autó orránál van a kipufogó csonk, akkor az első tengely az a kipufogó, a hátsó tengely pedig a szívó szelepeket irányítja. Na most ugye, talán itt meg tudom mutatni, hogy ugye én készítettem jelöléseket, és azért azt ne felejtsük el, hogy mielőtt szétbontunk vagy szétszedünk bármit, győződjünk meg a jelölések helyességéről, jelölések állításáról, mert esetlegesen komoly úgynevezett szívástól fogjuk magunkat megmenekíteni, hogyha jelre tesszük az autónkat. Tehát erre tessék odafigyelni. Itt mutatom is, megvan a jelölés. De itt is meg lehet nézni, hogy hogy állnak a... Mert ugye itt van, itt lesz még egy spanoló, ami így nyomja nekünk, a szíjat tartja, nyomja, és ha így nézzük a bütyköket, akkor ezek pontosan egymásra néznek. Tehát ha nincs jel, akkor is jelre tudjuk tenni, vagy az első csészéknél meghúzva jelre tudjuk jeleket tudunk készíteni, ilyen formában. Húzunk egy vonalat, meg itt is egy vonalat, és akkor tudni fogjuk, hogy azt a jelölést mi készítettük még a szétbontás előtt, és nem zavarodunk be a jelek készítésébe. Tehát semmivel sem bonyolultabb, mint az egyvezérműtengelyes motor. Itt arra kell figyelni, hogy a két vezérmű kerék szinkronban legyen. A szinkront pontosan itt a mérlegállásnál tudjátok ellenőrizni, mert ugye így fordulnak egymás felé. Ahogy a képen látszik, az egyik így. Tehát az így fordulnak így a bütykök. Tehát azért tudjátok magatokat leellenőrizni, hogy hogyan is dolgoztatok. Csak ugye a jelölésnél ezt mindig nyomjátok le, hogyha még levettétek már, tehát nincs fenn a motoron és nincs a spanoló rajta, akkor ezt nyomjátok le és úgy tessék beállítani jelre a motort. Jó? Ezeknél a típusoknál nincs tömítés, hanem paszta. Már is mutatom. Ha megtalálom. Jaj! Mert ugye
A vezérmű tengelyház képezi egyben a szelepdeknit is. És itt nincs külön, mint az Opeleknél. Leveszem, fölveszem, leteszem, fölveszem. Tehát ilyen paszta, ez kimondottan ide való. És ezzel kell szépen bekenni, majd föltenni, és ennek tökéletesen kell tömítenie. Na most a másik, ugye itt van a kibontott vízszivattyúja, hát ez még egy használható vízszivattyú, tehát ezt ínség esetén vissza lehet tenni, de hogy az szokott lenni, hogy az új vezérlés, az új vezérmű szíj, ez vezérmű szettet kap, szétveri a vízpumpát. Most én egy olyat vettem, aminek dinamikusabb a teljesítmény, látjátok a rotort a kettőnek. Tehát ugye a városi autóknál éri meg lapát kerekesset venni, nem pedig orsókerekest, mert ugye már kis alapjáraton, kis fordulaton is komolyabb vízmozgást eredményez. Ezáltal elkerülhetjük a dugóban való araszolásnál azt, hogy felforjon a vízünk, aztán nézzünk, mint sült hal a lábasba, vagy a tepsibe. Hasonlítsuk mindig össze a kerekeket, a fogakat. Hát ugye, itt ha jól megnézitek, éles személyek látják, hogy a baloldali használt szivattyúnak fogak már rendesen el vannak kopva. Tehát én ezért döntöttem a cserénél, mivel hogy ez egy gyári vízszivattyú, több helyen benne láthatjátok a ráírást. Szerintem ezt vagy szervizben, vagy az eredetije, vagy még szervizben tették bele. Tehát majd ezt végszükségletre vissza lehet építeni, ha szorít a kapca, de ugye itt van az új, és ezzel fogjuk összeszerelni a szerkezetet, és ezzel fog szépen működni. Tehát ugye Szendrei Robinak nem volt világos a dupla vezérmű, tehát remélem, hogy most már ő is érti. Most értelemszerűen, amikor itt szelepváltás van, itt robbantás van, akkor a két szélső hengernél, a két szélső dugónak fönt kell lennie a felső holponton. Ezt a főtengely jégszíjtárcsának lévő jelölésen tudjátok ellenőrizni, vagy egy hosszabb, tiszta csavarhúzóval az egyik szélső gyertyanyíláson benyúltok, és ott megkeresitek a holdpontot. És hogyha megvan a holdpont, meg itt a szelepváltás, akkor össze tudjátok akasztani a vezérlést. Még egy nagyon fontos, sokan elkövetik azt a hibát, nem igazán értik a spanoló rendszert, meg a spanoló szakfogásokat, meg a trükköket, amiben most nem is akarok belemenni. Idő hiánya miatt, úgyis lesz még a jövő héten egy Suzuki, ott is meg tudom talán mutatni. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sokan ott követik el a hibát, amikor kispanolták a szíjat, tehát kifeszítették a nagy szíjat is kicsit, tehát ami van rajta. Utána nem forgatják át a motort, nem ellenőrzik, hogy igen, jelölésem van, igen, fedik a jelölések egymást, hanem rögtön indítanak, és akkor derül ki, hogy eltették a vezérlést. Jobbik esetben csak lomhább lesz a motor, nehezebben pördül fel az alapjáratról, rosszabbik esetben a dugó a szelepet rögtön megintézi, vagy fordítva. Úgyhogy a tanulság az, amikor összeraktunk egy vezérlést, ki van feszítve, ugye én mindig kiveszem a gyertyákat, és áthajtom a motort, ha kell, ötször is, de azért veszem ki a gyertyákat, hogy érezzem a hajtószáron, hogy nincs akadás, szorulás, rágás, tehát könnyedén átbírom tekerni a motort, mindenféle szorulás, rágás nélkül. Ha szorulás, rágás következne be az ilyen próbáknál, akkor le kell ellenőrizni, hogy a vezérlést jól tettük-e össze. És ha nem, akkor lehet újra kezdeni a vezérmű összerakását. No, ennyit szerettem volna mondani előjáróban, és akkor majd később a folyamataiban mutatom a szerkezetet. Addig is szervusztok. Nos, itt vagyunk a Golf projektnál. Hát így néz ki egy összeszerelt vezérmű. Egy összeszerelt vezérlés. Kinek hogyan tetszik. Hogyan hívja. Ugye ezt a csavart meg kell húzni.
ha minden igaz, már meghúztam, de amikor kispanoltuk, akkor ismét megpróbálunk húzni rajta. Csak nem a 17-essel, hanem a 16-ossal. Igen, ezen már nem tudunk húzni. Nos, itt ugye két jelölés is van. Itt van a gyári megütés, meg itt van a kollega által készített jelölés. Itt szintén itt van a jelölés, és talán úgy tűnik, hogy egy fog eltérés van, de én megkerestem, ugye a tengelyen mutattam a mérlegállást. És úgy akasztottam össze lent is a vezérlést, és körbeforgattam, úgyhogy nem akad, nem szorul. Ha ilyenkor fel van téve az ékszalag, jó ékszítárcsa, gyöngébb idegzetűek megindíthatják ilyenkor az autót, és kiderül, hogy jó a vezérlés vagy nem. A profik föltehetik a deknit, föltehetik a bakot, és megindíthatják úgy, kipróbálva. Én ilyenkor megszoktam azért indítani, mert az ördögnek van kedve végig visszabontani a motor félig. Még egy hasznos tanács. A spanoló, a külső hozbordás szíj spanolóját így kell biztosítani, így. Mert egyébként is a levétele, ugye, be kell nyúlni egy torszkulcssal, itt hátul, és levenni a görgőt, majd ezt követően tudjátok ismételten alulról fölfele feltuszakolni az alsó vezérmű deknit, és hogyha az fönt van, és jól imádkoztatok, akkor ez is föl fog menni a helyre. Majd van itt még egy vezető, itt, azt utoljára teszitek föl, és utána mehet a szíj, a külső hozbordás szíj. No, hát még egy apró tanács. Legyetek restek, mert úgyis elsarkaljátok a picsába az eredeti csavarjait. Tehát, hogyha mentek alkatrészt vásárolni egy ilyen munkához, akkor a tőcsavarokat is vegyétek meg, mert ezt például flexek kellett kivagdosni a felit. Tehát általában ugye ezek egy meghúzásosabb eleve acélcsavar. Tehát ezt nem szoktuk visszatenni, hanem mindig új csavarokkal tesszük föl a vezérműdeknit, vagy a szelepdeknit, mert hát végül is ez a szelepdekni is, meg a vezérműház is egyben. No, hát akkor majd később még jelentkezem. Na tehát itt vagyunk. Este. Már is mutatom nektek. Ugyanis én ezt az autót összetettem ma. És ott láthatjátok, hogy a spanoló kiköpte a csavart menetestől, mindenestől. Azóta szerencse, hogy ezt a motort, amikor az előző videóban mondtam, hogy csak a szíjakat felraktam, és akkor én megindítottam, akkor ugye még azért egy-két hidrotőkének volt hangja, aztán járt szép csöndesen, kezdett csöndesedni, és megmaradt az egyenletes, ütemes, nyugvó csapágy hang. Na most ugye, itt jól lehet látni, hogy tehát az egész vezérlés kicserítem, vízpumpát, minden öregördögét, de ezzel a nyomorult nyugvócsapággyal kezdeni kell valamit. Itt motort ki kell venni, főtengelyt meg kell köszörültetni, összepakolni. Közben ugye, ha ezt a
Így jobban látjátok ezt a menetet, még mindig meleg a motor, ezt a menetet, ebbe egy nagyobb menetet kell belefúrni, és egy olyan tőcsavart kell csinálni, aminek az egyik vége 10-es, ami ugye megy a blokkba, a másik vége pedig 8-as, ami a spanolót tartja, mert ugye a spanolót nem lehet kisebb vagy nagyobb csavarral fölfogatni, csak 8-assal, tehát ott nincs lehetőség variálásra. Hát ugye megpróbálom, hogy az esztergályos, tehát a köszörűs, mert van esztergályos is, mert van köszörűs is, ugye a köszörűshöz elviszem így akkor a blokkot, kiveszem belőle ugye azért a főtengelyt, és esetleg megcsinálja, vagy pedig a másik megoldás, hogy én az itteni esztergályostól fogok kérni menetfúrót, menetvágót, és én készítek bele itthon menetet, és akkor a blokk itthon marad, csak a főtengely megy a köszörűshöz. Ez ugye majd még beszélek a mind a kettővel, a esztergályossal is, meg a köszörűssel is, meg fogják mondani, hogy mi a teendő, melyik az egyszerűbb és a gyorsabb, mert ugye a kedves tulajdonosnak kell az autó, már ma leutaztak Pestről, hogy viszik az autót, de hát a sors fintora, hogy ugye ez a menet szakadás, ez akkor derült ki, amikor ők a vonaton ültek. Hát sajnos ezek is benne vannak a paklikba, nem tudunk mit csinálni. Nekem se jó, hogy itt van ez az autó, és szimultánban kell dolgoznom, mert ugye a piros moszkvicsból is ki kell kapni a motor, tehát itt van a spanoló, itt van a csavarja, és hát ugye szépen ki is hozta az összes menetet, ami volt még benne. Hát beszéltem egy Volkswagen-es kollégával, ő azt mondta, hogy ennek az 1.4-es motornak ez a típus hibája a spanoló, meg szeretnek csapágyosak lenni a hidrotőke mellett. Tehát ugye a hidrotőkét azt orvosoltuk, korábbi videóban mutattam, úgyhogy kezdődik majd a szimultán szerelgetés. Ezt is, a Moszkvicsot is, és hát ugye szerdán jön egy Suzuki vezérlés csere, de közben, hogy érezzem a törődést, közben azért az én kocsim is tönkrement. Egész egyszerűen nincs időm foglalkozni vele, nincs időm csinálni vele, úgyhogy reggel beindítom, aztán a dolgom van, szépen ketyeg, mert melegen nem akar a nyomorút beindulni. No, akkor ennyit mára, folytatás is jön. Szervusztok, jó éjszakát! Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Összeraktam ezt a csodálatos autót, aki figyelte csatornát, azt tudja, hogy spanoló tőcsavar kiszakadt menetestől, fel kellett fúrni 10-esre a blokkban lévő menetet, készítetni kellett egy tőcsavart, arra rámegy a spanoló záranyával, természetesen a tőcsavart is és a spanolónak az anyáját is menetrögzítővel rögzítettem, ahogyan a főtengely égszítárcsa csavarját is meghúztam nyomatékkulcssal, elektromos nyomatékkulcssal, légkulcssal, ha kinek hogy tetszik, és ott is alkalmaztam menetrögzítőt. Ez már egyszer fölmelegedett ez a motor, amióta összeraktam a vezérművet, most megpróbáljuk még egyszer megindítani. Kicsit hadd járjam a szerkezet.
már 90 fokos a vízünk, már nem az enyém, hanem az autóé. Ne felejtsük el, hogy ebben a motorban több mint 300.000 kilométer van. Sajnos a himbáknak van hangjuk, most már a tőkék csöndesek. De ugye itt kell még jó pár nap, lehet egy-két hét is. Olajat éppen ezért nem cseréltem le. Olaj és olajszűrő benne van a csomagtartóban. Kedves tulajdonos le fogja cserélni. Ez hagy járjon így egy-két hetet, amíg átmossa az egész rendszert a blokkban. A blokkban az olaj, ez a mostani olaj átmossa a rendszert, főleg a tőkéket is, és egy-két hét múlva lehet olajat cserélni benne. Még a mai nap folyamán többször fogom indítani, és megyek még vele egy próbakört is. Aztán, ha a szám íze szerint működik, akkor szólok a tulajdonosnak, hogy viheti. Egyelőre ennyi, aztán ma még járatom, figyelem, fürkészem, ebbit meg a jó Istenre bízzak. Szervusztok!